Délutáni edzést tartanak a Nyírbátori Asztali Tenisz Centrumban. A központban idén is megrendezik a nemzetközi asztali tenisz edzőtábort. Több mint 20 játékos érkezett a 6 és 17 év közötti korosztályból. Ez már a nagyon sokadik jól edzőtáborunk, már több évtizedes múltra tekint vissza a Nyírbátorba. Mindig megpróbáljuk a nyári időszakot úgy kihasználni, hogy tartalmas legyen a gyerekeknek, és kihasználjuk azt, hogy nem járnak iskolába, és olyankor délelőtt délután edzést tudnak tartani. Általában mindig Romániából, Szlovákiából vagy Ukrajnából szoktak ide érkezni külföldre játékosok, de volt már olyan, hogy Olaszországból is jönnek, most is fognak jönni, csak most kéthetes csúszással, és ők akkor fognak itt edzőtáborozni, valamint Lengyelországból is volt már itt csoportunk. A tábor az edzések mellett számos más célt is szolgál. Mi azon vagyunk, hogy egyrészt megismerjék a Nyírbátori Asztali Tenisz Centrumot, másrészt pedig, hogy olyan nemzetközi kapcsolati lehetőséget biztosítsunk a nyírbátori gyerekeknek, amik a mai internetes világban ugye nagyon leegyszerűsítik a kapcsolattartást, és nagyon örülök neki, hogy ezáltal is gyakorolják a nyelveket a gyerekeink, szélesebb látókörrel tesznek szert, és mi ezeket a szakmaiság mellett igyekszünk a gyerekeknek úgy átnyújtani, mint egy szolgáltatást, hogy ezeket a nemzetközi kapcsolatokat mi ezáltal a sport által is segítjük. Az edzőtábort meglátogatta Tölgyes Dorottya is. A nyírbátori asztali teniszező nemrég tért haza a kolozsvári korosztályos Európa-bajnokságról, melyen a serdülők között képviselte a magyar színeket. Először is nagyon jó volt a szervezés, és az eredmények is elég jók voltak számomra. Csapatban bennmaradtunk a legjobb 16-ba. Egyénibe hoztam a papírformát, 32-be bejutottam. Párosba, hát azzal nem vagyok eléggé megelégedve, ott elég rossz eredményt értünk el viszonylag, és vegyes párosban is sajnos kikaptunk 16 közé. A nyírbátori táborban a napi két edzés mellett kikapcsolódásra is jut idő a játékosoknak, a szervezők különböző kulturális és szabadidős programokkal is készültek a fiatalok számára.